járda szélétől teljesen lebontva lesz minden épület, és igazából el fog menni egész a kerítésig. Ez közel 20 méter. Így alakítanák át az erdei fenesztéri sportpályát, ismertebb nevén a vasas pályát. A lelátó és az alattuk lévő öltözők, tusolók nem életveszélyesek, de borzalmas állapotban vannak. Ezen kívül kevés helyiség is van az itt megforduló közel 500 gyermek és felnőtt sportoló számára. A Magyar Labdarúgó Szövetség segítségével, a helyi önkormányzat anyagi támogatásával egy olyan 400 fős fedett lelátós épületegység épülne föl a jelenlegi helyére, amely 8 öltözőt és az olyan kiszolgáló helyiséget, mint edzői szoba, játékvezetői öltöző, szertár, mosoda, szárító helyiségeket foglal magába. A pályázatot a Marosmenti Utánpótlás Futballklub és az önkormányzat adta be közösen. A társasági adó kedvezményét igyekszünk kihasználni, és ebből szeretnénk megvalósítani egy új öltöző komplexum építését itt az Erdély Ferenc téren. A pályázat beadási határideje április 30 volt, a pályázatot beadtuk, az elbírálás körülbelül nyár közepére várható. Én bízom benne, hogy július-augusztusban mindenféleképpen lesz eredménye ennek a pályázatnak. A szülők és az itt dolgozó edzők egyöntetűen örülnek a felújításnak. 1960-ban épült, és azóta nem sok pénz volt ráköltve. A legnagyobb gondunk az, hogy lejönnek a gyerekek, és igazából nem nagyon tudnak átöltözni, hanem már vagy az autóba öltöznek át, vagy már mezbe jönnek le. Tehát mindenféleképp szükség lenne, hogy legalább egy 21. századi körülményt tudjunk biztosítani nekik, ha már a pályák állapota ilyen jó, akkor a megfelelő infrastruktúrát is biztosítani kéne mellé. A szülőknek se egy pozitív benyomás az, hogy ilyen állapotok vannak az öltözők tekintetében. Az önkormányzat évelején kezdett konzultációba a sportegyesületekkel, hogy mire lenne szükség. Most a makói lakosoknak kérik ki a véleményüket. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen sportbéli fejlesztésekre lennének szükségük ő szerintük, és szeretnénk kérni őket, hogy a sport@makó.hu-ra küldjék el azokat az információkat, amik mi fel tudnánk használni ezzel kapcsolatban, hogy milyen irányba fejlesztünk tovább a városba, mire lenne szükség. Makón 1912 óta van labdarúgó csapat, az Erdei Ferenc téren a 20-as évek óta játszanak. A néző csúcs közel 4000 fő volt 2008-ban, amikor a Ferencváros jött ide vendégként bajnoki mérkőzésre.